A legjobb filmért járó aranymedvével tüntették ki Rádó Zsúdé román rendező Bad Luck Banging or Loony Porn című alkotását a 71. berlini nemzetközi filmfesztiválon. Ugyanakkor mindkét magyar versenyfilm bekerült a díjazottak közé. Rádó Zsúdé román rendező Bad Luck Banging or Loony Porn szabad fordításban Zűrös Atyapetye vagy Diliház pornó című munkáját tüntették ki a március első hetében lezajlott Berlinale fődíjával, a legjobb filmért járó aranymedvével. A játékfilm román, luxemburgi, horvát, csekkó produkcióban készült, és az egyén és társadalom közötti viszonyt veszi górcső alá egy tanárnő történetén keresztül, akinek házi szex videója véletlenül felkerül az internetre, és felháborodást vált ki az iskolában és a szülők között. Német előtt filmkritikus szerint a Berlinale siker esélyt ad arra, hogy Romániában jobban odafigyeljenek a hazai filmgyártásra. Szerencsére a románok nem akarnak se űrhajókat, sem galantfilmeket, sem nem tudom, óriási nagy romantikus meg történelmi tablókat gyártani, tehát azért is néznek ki a román filmek olyan valószerűen, meg minimalistán, mert hogy ennyi pénzből lehet Romániában állami támogatás mellett filmet csinálni. Tehát hatással milyen lesz, nem tudom. Most már igazán ideje, hogy átgondolják a politikusok, hogy mégis egy kicsivel több pénzt áldozzanak a román filmművészetre. Rádó Zsúdé a Berlinale nagydíját 6 évvel azután nyerte meg, hogy rendezői ezüst medvét kapott az Aferim című filmjéért. A győztes produkció a mai társadalomban tapasztalható közönségességet, agresszivitást és képmutatást mutatja be, amely szerinte nem romániai sajátosság, hanem világszerte tapasztalható jelenség. A 71. berlini nemzetközi filmfesztiválon egyébként magyar díjazottak is voltak. Nagy Dénes a legjobb rendezésért jár ezüstmedvét kapta meg Természetes fény című bemutatkozó alkotásáért, Kislinger Lilla pedig a legjobb mellékszereplőnek járó ezüstmedve díjat nyerte el Fliegauf Bence Rengeteg mindenhol látlak című filmjében nyújtott alakításával.